A városban több helyen is egy járdafelújítási programnak köszönhetően kaptak új felületet az elkopott, régi, olykor-olykor billegő járdaszakaszok. A munkások gőzerővel látják el a feladataikat a városban. Ez a program egyszerre szól arról, hogy járdákat újítsuk fel, tehát infrastruktúrális beruházás, ugyanakkor foglalkoztatás javító program is, hiszen a munkahelyi központon keresztül a Város és Lakásgazdálkodási NKFT bértámogatást kap, 100%-os bértámogatást, tehát az azt jelenti, hogy így ezek a járdák jóval olcsóbbak, ugyanakkor meg a foglalkoztatást javítja. Mindenképpen azon vagyunk, hogy ez a program tovább menjen. A jó tapasztalatoknak köszönhetően ezúttal a Vörösmarty utcának mintegy 620 folyométer járdaszakasza került felújításra 740 négyzetméteren. Emellett pedig az utcában a régi téglaszegélyeket új kerti szegélyekre cserélték ki. Nagyon örülök, hogy sor került ennek a járdaszakasznak a felújítására, és szerintem itt lakóknak is nagy örömére szolgál, mint hogy tudják, gyakorlatilag nem ez az első felújított járdaszakasz a Vászlókerületben, hanem 2 évvel ezelőtt ugye elkészült a Bezeréd utca járda egy másik beruházásból. Ennél viszont külön örömünkre szolgál, hogy a Dombóvár város önkormányzatának a cége, a Város és Lakásgazdálkodási Kft., tehát mondjuk úgy, hogy saját embereink újították fel a járdát. A program nem áll le, tovább folytatódik, hiszen a műszaki csapat már ráfordult a Rákóczi utcára. A nyár folyamán pedig Újdombováron újítanak fel 2 utcát.